Sziasztok! Ez a Hajónapló YouTube csatorna, Dunai Misi vagyok. Mai műsorunkban Búza Tímea az első előadónk, aki Ady Endre Szép Húsvét című versét adja elő nektek, egy igazi klasszikus. A Szép Húsvét című vers a föltámadás misztériumát hirdeti. Ady Endre, a Szép Húsvét. Odukat és kriptákat pattant, s bús árkokig leér a szava. Ilyen a húsvét szent tavasza, s ilyen marad. Miért tudjon ő az embervérről, mikor künn a tavaszban minden csoda csodát csinál, s minden drága fizetség megtérül? Tavasz, húsvét, emberek ősi bíztatója, csak azt szórt szét köztünk. Állandó a tavaszi óra, s ilyen marad. Krisztus támad és eszmél. Odukat és kriptákat pattant. Van-e gyönyörűbb ennél? Tóth Erzsébet, József Attila díjas magyar költőnő, műveit és alkotásait, amik elsősorban szabad versek, erőteljes prózai jelleg jellemzi, most Exit című verse következik Búza Tímea előadásában. Tóth Erzsébet. Exit. Meg akarja nézni? Kérdezte a patológus tőlem, miközben írta a halotti bizonyítványt. Nem akartam. Maradjon nekem élve. Később kiderült, hogy nincs meg a személyi igazolványa. Elkeveredett valahol a Honvéd kórházban. Pár nap múlva egy alig használt műanyag zacskóban találták meg egy raktárban, ahol a betegek elveszett holmiát tartják. Apám halála első napjaiban hű volt önmagához. Bonyodalmakat okozott. Amikor megláttam a koszos zacskóra erősített feliratot, Exit, akkor fogtam föl valójában, mi is történt. Végül meg kellett fognom az acskót, és eljöttem a személyi igazolványával. De furcsa, hogy az Exit inkább kijáratot jelent az élőknek, mint halált. Kilépni egy ajtón. Apám egyébként gyakran megszökik a halálból hozzám. Például megjelenik az álmaimban. Jól el van, úgy viselkedik, mintha élne. Egyetlen egyszer háborodtam föl ezen, persze csak magamban. Te mit keresel itt? Te már halott vagy. Utána napokig szégyeltem magamat. A mai napló mai fejezetében a következő előadó Stermecki Zsolt Gábor, aki 1992-ben született Budapesten és a mai napig itt él, fiatal költőről van szó, akit különleges kérdések foglalkoztatnak, olyanok, mint például, vajon léteznek-e generációról generációra öröklődő viselkedések, vagy mennyire határoz meg minket a család? Szerintem nagyon, de hogy Zsolt szerint mennyire, hallgassátok! Tükröm. Akárhányszor magamra gondolok, eszembe jut egy rokonom. Erős, de túl önzetlen. Minden este lejár a saját bánatba, hallgatja a zenekart, titokban ő a frontember. Mondják, hogy furcsa és dekadens, ezért kímélik a hírektől.
ő így ismerkedik. Csak akkor beszél, ha kérdezik. De akkor olyat mond, hogy az egész terem kiürül. Ő marad. Heuréka. Amikor a végtelen faházak között az idősebbek egy pillanatra nem figyeltek rám, akkor is úgy indultam el, mintha akárki vezethetne. Lányokba botlottam, koruk ismeretlen. Kíváncsiak, és hagyják, hogy legyek. Aztán az idősebbek megtaláltak, és előjött a szégyenérzet, nekik mert egy pillanatra, nekem mert egy tudatnyi időre nem volt meg a figyelem. Mehettem a faházba gondolkodni megint, attól előbb-utóbb elalszom. Ébredéskor egyszerre jövök rá, hogy a lányok is idősebbek, és hogy a faházak száma nem végtelen. A félreértés tárgya. A találkozási pontunk. Neked érezned kell, nekem megértenem. Az ilyen pontok emlékén kapaszkodni a következőkig rossz szokásom. Nagyobb igazat remélni, félreértést nem tisztázni. Bár ennél biztos mindketten több nyelvet ismerünk, már egyen sem mondunk semmit. Találkoznunk kéne újra, és beszélni mégis valahogy. A kedvedért ígérem, nem mondom ki többé, hogy szeretlek. A könnyelműségről. A lány az egyetemről, a fiú a munkából érkezik. Találkozáskor rögtön a képükre formálnak, remélik nem sokára kihasználhatják az eredményeimet. Beszélgetnek. Zenéről, politikáról, családról, intim tornáról. A lány arra gondol, a fiú megbízható. A fiú pedig, hogy nem felejtette el mégis valamit velem kapcsolatban. Szomorú poszttá válok Instagramon. Így jár, aki elhagyott lottószelvény a keleti pályaudvaron. A cinizmus lehetetlensége. A tükröt, ami nem torzít, nem tartja senki. Magában áll, belém néz, mindketten ugyanazt látjuk. A fiú a jelenből. Úgy nézek rád, mint falnak támasztott létre a szemben lévő kis ablakra. Jó nekem, hogy ide-oda állítanak, így aztán mindig ott kacsintok, ahova éppen. Hamarosan innen is eltűnök, de az átengedett fényt addig is köszönöm. Trauma emlékmű. Úgy nézek rád, mint kamasz a szoba falára. Akárhány poszterrel takarlak el, mindet elbírod. Így őrzöd, ami egykor voltam, míg valakinek kedve nem támad lekaparni a legalsó réteget is. Kiben az Vénusz vezeti? Balassi Bálint nézelődési gyakorlata. Úgy nézek Vénuszra, mint az saját útra. Követem akárhova. Tüköri végeknek héjába beszélnek. Az sok vitéz katona. Júliák, Céliák, Zsuzsannák, Fulviák hajtnak örökké tova. Az úton megállok, néznek az asszonyok szemök nyilával, mint célt, nézik a szívemet, kedvesbez nem lehet, mert mégsem ontnak ők vért, csak szép vadászatot,
Engem, mint állatot kedvelnek, szelídségért. Utamon így futok. Üldöznek asszonyok. Bár inkább én üldöznék. Prédáimra néznék, nyilammal céloznék, minden megesmérkednék. Így szavuk oly mézes, mindennek oly kedves. Belőlök mind kortyolnék. De így az vitézek mind összegyűlnének, ellenem esküdnének. Oly sokat vadásznak, asszonyra találnak, szabjáikkal ütnének. Vitéz már nem lennék. Asszonyokért halnék. Tovább ők nem vinnének. Az úton maradok. Asszonyoktól futok, ám hirtelen megfognak. Lehajtom fejemet, úgy mondom nevemet, ők szelíden hallgatnak. Adjatok kegyelmet e hosszú út felett. Jó Balassa Bálintnak. Mai előadó művészünk Harag Anita, aki a 30-as éveiben járó fiatal magyar írónő, 2019-ben jelent meg egyébként első novellás kötete. A műveiben többek között azt mutatja meg nekünk, hogy a hétköznapi banalitásokban is milyen komoly traumák, bonyolult pillanatok és emberi összefeszülések lehetnek. Érdemes követni azt, amit ír, érdemes figyelni rá. Anitának egyébként van még egy különlegessége, illetve biztos nagyon sok van, de amiről én tudok, az az, hogy műfordítással is foglalkozik. Szádat Hassan Mantó urdu nyelven író szerző műveit fordítja magyarra. Szerintem érdemes. Becsúsztat. A bugyi még mindig ott volt. Kék színű, virágmintás, tundrafazonú, a széle csipkés. Mellette két trikó, nadrág, tovább nem látott, nem tudta kivenni a ruhákat. Ott lógnak már második napja az utca felett, mindenki láthatja. Ő is látja, nézi, bámulja, nem tudja levenni róla a szemét. Itt nem napernyők árnyékolják a szűk utcákat, hanem kiteregetett fehér nemük. Már első nap feltűntek neki a bári gótik házaiból kilógatott száradó ruhák. Ezek alapján tájékozódott a negyedben. Megjegyezte, melyik utcában milyen erkélyeken látta őket, fel tudta idézni a nadrágokat, ingeket, csíkos pólókat. Férje a szűk utcákban kitárta a karját, megpróbálta megérinteni két oldalon a házakat. Nagyon örült, amikor néha már majdnem sikerült. Sokat fényképezett. Az Arc de Triomphe-nál éppen egy fesztivál kellékeit takarították el. Nem lehetett rendes képet csinálni. A Güell Parkban lefényképezett egy sérült lábú galambot. Este, amikor leültek az Airbnb-s lakásban a kopott zöld kanapéra, ami a képeken élénkzöldnek tűnt, és megnézték az aznapi fotókat, a férje megjegyezte, hogy szinte mindegyiken felfelé néz. Ne a ruhákat nézd, hanem a látnivalókat. A felesége nem akarta megint elmagyarázni neki. Nem tud másfelé nézni. Bugyikat és melltartókat sosem látott, csak ezen a helyen, ezt az egy virágosat. Előző nap is, amikor az Arc de Triomphe-hoz mentek, és ma is, amikor a Parc de la Citadelle-hoz. Ott lóg. Kint felejtették volna. Már biztosan megszáradt. Elképzelte a nőt, akinek ilyen kék virágmintás bugyija lehet. Innen lentről nagynak tűnik, legalább ellesnek. Egy nagy és formás barcelonai fenék. Elképzelte, hogy megy benne az utcám, egy szűk, fehér ruhában, átlátszik rajta a bugyi vonala, és ha nagyon megnézi, még a virágokat is látni lehet. Egész nap a nők fenekét nézte. Melyiküké lehet az a bugyi? Biztos nem turistáké. Ők nem felejtették kint a váltó ruhát. Egy legalább elles fenekű, barcelonai nőt keresett. Nagyon szépnek látta a spanyol nőket. Nem spanyolok, katalánok, javította ki magát mindig. A férje szerint is szépek voltak, tetszett neki a barna bőrük, a hosszú, sötét hajuk, a magabiztosságuk. Ez neki is tetszett. Vonultak az utcán. Őt azzal cseszegették, húzza ki magát járás közben, be a hasat, fel a fejet. Még egy hátegyenesítő szalagot is vett. De nem tudta hordani, vágta a hónalját.
Egy idő után észrevette, ugyanazok után a nők után fordulnak meg. Férje tekintete is a fenekeket nézi. Tudta, hogy fenékpárti, csak azt nem, hogy ennyire. Aznap késő délután, amikor hazaértek az esti barangolás előtt, bement a fürdőszobába, nézegetni kezdte a fenekét a tükör előtt. Elég lapos, mellben erős, viszonylag szép a karja, a bőre fehér, a mellkasán megcsípte a nap, látszik a trikóvonala a vállám. Kicsit kidugta a fenekét, ettől úgy nézett ki, mint egy csirke. A férje néha, amikor sokat iszik, azt mondja neki, ez élete tragédiája. Fenékpártiként egy nagy mellű nőt vett el. Persze csak viccelt, mondja mindig. Otthon sem szerette mutogatni a fehér neműjét. Amikor az udvaron teregetett, a nagy, kinti szárítón belőre tette a bugyikat. Utána gyorsan a többit, meg ne lássák a szomszédok. A férje ugratta is ezzel, senki nem nézi a bugyiját. Egyszer még azt is mondta, senki nem kíváncsi rá. Aznap éjszaka is erre gondolt, amikor megérkeztek a La Rambla-ról. Nem tudott aludni, forgolódott, a barcelonai fenékre gondolt, hol lehet most az a fenék. Kikelt az ágyból, felöltözött, nagyon óvatosan csukta be az ajtót maga után. A város még éjszaka is tele volt turistákkal. Könnyen megtalálta az utcát. Még mindig ott lógott a bugyi, az első emeleten. Körbenézett, éppen nem járt arra senki. Levette a papucsát, dobálni kezdte a szárítót. Egy fehér trikó is leesett. A bugyit nehezebb volt eltalálni, de végül azt is sikerült. Becsúsztatta a táskájába. Harag Anita novellái egyszerű emberi szituációkról, ismerős élethelyzetekről szólnak, de mégis mindegyikben van valami fűszer. Mindegyikből kiderül az, hogy minden helyzetben felismerhető valami különleges, valami nem mindennapi, valami eszméletlenül szokatlan. A következő mű évszakhoz képest hűvösebb. A szerző saját művét adja elő. Évszakhoz képest hűvösebb. Részlet. Belelépek a levágott körmömbe. Szúrja a talpam, lehajolok, a mutató vagy középső ujjamról van. A kukába dobom. Miután kidobtam valamit, kezet kell mosnom. A kézfejemen megrepedezett a bőr, másik szappant kéne használnom. Valamilyen kézmosót például, de azoktól úgy érzem, nem vagyok elég tiszta. Megmosom a fogam, visszateszem a fogkefét a másik mellé. Új fogkefe kell, már 4 hónapja ezt használom. 3 havonta kell cserélni, azt mondják. Április óta használom, akkor az már majdnem 5. Elmentünk Lukáccsal bevásárolni, megvettük a zöld és kék fogkefét. Extra puha, ez a jó, mondta, ezzel lehet rendesen fogat mosni. Olyan, mintha egyszerre fogsejmeznénk is. Álltunk a buszmegállóban, vártuk a buszt, diderektem. Áprilishoz képest nagyon hűvös az idő. Rajtam meg csak egy vékony tavaszi kabát volt, rajta pulóver. Hogy tudsz így fázni? Kérdezte. Dörzsölgette a karomat, mondd meg magadnak, hogy ne fázzál. Én mindig egy réteggel kevesebb ruhát veszek fel, hozzá kell szokni a hideghez. Ilyeneket mondott. Közben a karomat dörzsölgette. Néha a nyakamba lehelt. Olyankor az egész testemet átjárta a meleg. Bemegyek a drogériába, nincs senki a pénztárnál, most elvihetném az egyik esernyőt, de úgyis kicsavarná kezemből a szél. Kosarat veszek, elindulok a szájápolás felé. A múltkor még itt volt a szájápolás, most meg már a testápolás van itt. Szagolgatom a testápolókat. Keresem a fogkefét, közben megtalálom a szappanokat, utána a dezodorokat. A férfi is itt van a nőivel szemben. Beleszagolok az egyik tengerillatúba, de nem tengerillata van, hanem Lukács illata. A tengerillata nem ilyen. A tengertől sós lesz a szám, enyhén iszap és halszagú a bőröm. Ilyen a tengervíz. Sós, iszapos és halas. Lukács illata más. Az ilyen, mint ez a dezodor. Amíg keresem a fogkeféket, többször elmegyek a férfi dezodorok mellett. Akkor megint megszagolom a tengert. Nem tudom, hogy azért nem találom a fogkefét, mert eldugták. Nincs is fogkefe ebben a drogériában, vagy direkt nem találom, hogy megszagolhassam a dezodort. 1/2 óra is eltelik. Keresem, de nincs extra puha. Nekem extra puha kell. Segíthetek? Kérdezi az eladó. 20 év körüli lány, válláig ér a szőke haja. 10-ből 9-en azt mondanák rá szép.
A tizedik is csak azért nem, hogy ellenkezzen, de igazából szerinte is szép. Talán csak kicsit unalmas. Lukácsnak is biztos tetszene. Ha meglátná az utcán, utána fordulna. Közel lakik, könnyen megismerkedhetnének. Beugrik egy fogkeféért, ő is megkérdezi, hol vannak, nem találja. A lány megmondja, összemosolyognak. Fogkefét keresek, válaszolom a lánynak. Nem ilyet. Amit én keresek, az ilyen extra puha. Fekete a csomagolása. Aha, mondja. Lehajol, a legalsó sorból kiveszi az extra puha fogkefémet. Kék bicikli hajt el mellettem, biztosan ő az. Állok a busz megállóban, építkezés miatt 60 méterrel arrébb tették a táblát. Eddig fel sem tűnt, milyen sok biciklista jár a városban. Kergetik őket a buszok. Minden kék biciklin ő van. Nem ilyen a sapkája, nem ilyen a kabátja, az mindegy, ő az. Megy a munkahelyére, megy a CBA-ba, hiába mondom neki, az a legdrágább, szeretik ott a pénztárosok. Ő az, megtalálkozni valakivel. Egy lányjal, azért siet ennyire, mert nem akar elkésni. Utál késni. Inkább ott van 5 perccel előbb, 10 perccel előbb, áll a hidegben. Most is biztosan eldogál valahol. 8 perc múlva 2 óra, 2-t beszéltek meg. Negyedet nem szokás randira megbeszélni. Felett sem annyira, inkább egészet. Eldogál, és az egyik piros kabátos lányról én jutok az eszébe. Vagy egy francia buldogról, hogy odafutok, megsimogatom. Vagy egy illatról utána fordul. Eldogál, és valamiről az eszébe jutok, de nem vagyok ott. Ha az eszébe jutok, sosem vagyok ott. Ha az eszembe jut, sosincs itt. Olyan meg nincs, hogy ne jusson az eszembe. A csikkeket nézem az úttesten. Oda kell állni, ahol több a csík, ott fog nyílni a busz ajtaja, mondta. Ott állok, nézem a csikkeket. Nem lehet dohányozni, mégis tele van velük a megálló. Számolok, 5, 6, 7, régen Lukács is dohányzott. Miattam szokott le. Nem bírtam a szagát. Nem voltam hajlandó csókolózni vele. Most Lukács szájára gondolok. Milyen szép az alsó ajka alatt az a picike vágás. Csikkek, számolni kell. 7, 8, 9, tizedik már nincs. Lukács is mondja, 8, 9, 10, 11. Számolja az anyajegyeket a hátamon. Eljut 32-ig. Nem is tudtam addig, hogy 32 anyajegy van a hátamon. Felszállok a buszra, ott van, ül a kettes ülésen. Nem, áll a forgóban, meglepődik, hogy ott vagyok. Nem is szokott buszozni. Kinézek az ablakon, elhajt a busz mellett egy kék bicikli, ő az, integet, mutatja, hogy szálljak le, beszélni akar velem. Leszállok a következő megállónál, az a pulcsi van rajta, amit tőlem kapott karácsonyra. Mégiscsak próbáljuk meg újra, mondja. Még egyszer, utoljára. Meg lehetne próbálni, mert jó volt. Hiányzom neki, sokat gondol rám. Nem mondom, hogy én is sokat gondolok rá, csak annyit válaszolok, nem is tudom. Ő győzködni kezd, mennyire jó volt, gondoljak csak bele, egészen a horvátországi nyaralásig jó volt. Úgy csinálok, mintha belegondolnék. Végül azt mondom, oké, próbáljuk meg. Már 2 hónapja nem láttam Lukácsot. Leszállok a buszról, próbálok visszaemlékezni, mikor is láttam utoljára. A szakításra emlékszem, a szavakra is emlékszem, de rá nem emlékszem. Mi volt rajta, mi volt az események sorrendje. Az arcát sem tudom felidézni. Tudom, milyen a szeme, milyen az orra görbülete, a szája, de az arcát nem tudom. Még sokáig éreztem az illatát a lakásban, miután elment. Akárhányszor beléptem az előszobába, ott volt. Megálltam, mélyeket lélegeztem, egy-két mély levegő után eltűnt az illat. Rálépek egy falevélre, megcsúszik rajta a cipőm sarka. Lukács ott áll a kapuban, engem vár. Lukács az ajtó előtt ül a lépcsőn, engem vár. Lukács a kanapén ül, megvan még neki a pótkulcs. Megállok az előszobában, mélyeket lélegzek. A gázmérőből enyhe gázszag csap meg, azt mondták, nem kell miatta aggódnom, nem lehet gázszivárgást mérni. El kell fogadnom, az előszobámban néha gázszag van. Nem aggódom. Ha felrobbanna a lakás, és én itthon lennék, Lukácsnak biztosan szólna anyám, ő pedig kiborulna. Sírna, mint egy kisgyerek. Azt akarom, hogy sírjon. Elképzelem, hogy sír, sose láttam sírni. Ha sírok, teljesen vörös lesz a fejem. Csak órák múlva múlik el a pirosság, a szememről csak másnapra. Az emberek 2 napig azonnal tudják, ha rám néznek. Előveszem az extra puha fogkefét. Signal Soft, 998 forint. Oda teszem a másik mellé. A régit kidobom.
Mai műsorunkban Horváth László az előadónk. Ő saját műveit adja elő, egyébként 2007 óta folyóiratokban publikáló költő és prózaíró. Íróként és költőként is a mai napig aktív. Az első mű címe, amit ebben a műsorban hallhattok, a Kabin. A Kabin. A versnek van egy mottója is, Cormac McCarthy-tól. Most arra lett olyan, hogy semmi sem maradt már abból, aki volt. Nemrég meglátogattam a szüleimet, aludtam egyet a házban, ahol felnőttem. Átalakították a fürdőszobát, mivel már öregek és nehezen mozognak, elbontották a kádat, a helyére zuhanykabint építettek. A szomszédok végezték a munkát, két szakaszban szívességből. Szüleim napokig vártak a két szakasz közt, birkatürelemmel megadóan, ahogy jó ideje lényegében minden mást is csinálnak. Az új zuhanykabin olyan, mint egy kórházban, ez persze bosszantó, még fehér fürdőszéket is szereztek hozzá, én mindig kiteszem belőle, mikor belépek zuhanyozni, különben el se férnék rendesen. A kabin négyzet alakú, padlóján bíborszerű, agyagszínű csempék enyhén befelé lejtenek a lefolyóhoz. Tejüveghez hasonlító, elhúzható műanyag lapok adják a falát, ha magunkra zárjuk, nem megy ki a víz. Állok a zuhany alatt, függőlegesen a kád helyén, lépkedek is benne, mint egy szűk magánzárka, kezembe fogom a zuhanyfejet, és a hátamat mosom, a testemen lefelé folyik a forró víz. Az eltűnt kád helyén állok, ahol vízszintesen heverésztem egész gyerekkoromban, még ki nem cserélték, ez 30 év nagyjából, 6 éves voltam, amikor ide költöztünk. Akkoriban ketten is elfértünk benne, valamelyik testvéremmel, talán hárman is, hamarosan egyedül se, viszonylag magasra nőttem, csak felhajtott érdekkel tudtam elfeküdni. Rengeteg időt töltöttem itt, olvastam, merengtem magamon, vagy csak élveztem a vizet. A nagyszobából mindig behallatszott a tévé, zömmek vízműsorok, ha tudtam a válaszokat, kikiabáltam. Híradók, foci meccsek, persze most is vannak, apám is, aki nézi, a nagyszobát nem alakították át, és ők is élnek még, csak az adás sokkal hangosabb, mert nem hajlandó hallókészüléket használni. Bömböl a tévé, de a zuhanyvíze a fülembe megy, nem hallom, nem is érdekel. Időutazónak képzelem magam, időutazó vagyok. A kád nincs sehol, sem a benne fekvő gyerek. Vizesen mesztelenül állok a kabinban, mint ha ide teleportált volna egy űrhajó. Vagy mint ha még ez se lenne az eltűnt díszlet helyén, amivel összenőtt valami lény, ami én voltam egykor, mert fogalmam sincs, melyikünk létezett valaha, melyikünk az idegen. Horváth László szerint a versírás jó felkészülés arra, hogy az ember előbb-utóbb egyfajta evolúciós lépcsőfokokat bejárva talán író lehessen és regényt írjon, mert a regény szöveget is éppen olyan akkurátusan és szöszmötölve mondatról mondatra írja az ember, meg aztán javítja is, ahogy a verset. Ikervesztett magyarság. Egyedül nőttünk fel, soha nem volt velünk, de hiánya kiáltó, mikor családunkat színpadra hívjuk, mert próbálunk meggyógyulni, álljanak körénk, lássunk tisztán, hiszen életünket mérgezi a megmagyarázhatatlan súlyos bűntudat, a lebírhatatlan magány, torz kapcsolataink, a kudarc keresése, vezeklés vágya, a lázongó gyűlölet és harag, a szellem iránt, az anyánk iránt, magunk iránt. Anyánk mániája volt mindig, hogy nagyobb tárgyakat emelget, mint amiket elbír, míg velünk volt viselős, mikor még megvolt az ikrünk. Zavart személyiség. Mit tudhatunk mi erről, folyton régi bátorságát, veszteségeit hajtogatja, se fogantatásunkról, se korai éveinkről nem beszél, vagy arról, ami a kettő közt történt. Halálunkig csak a gyereket szeretné látni bennünk, örül, hogy legalább mi megmaradtunk, igazoljuk őt, hogy vagyunk, ha bosszantjuk is, de üresen hangzik, mikor kimondja. Önzősége olykor elképeszt, néha szégyeljük ostobaságát, főleg társaságban, rettegünk, mikor szólal meg, esetleg próbálkozik vicc elmesélésével, amihez végképp nem ért. Fősztje jó, lehet vele inni, ilyesmikbe kapaszkodhat, mi is. Hiányzik, amint távolodunk tőle. Úgy nőttünk fel, semmit sem tudtunk testvérünkről,
pedig elkísért végig. Mások beszéltek csak folyton róla, hogy előző életünkben, anyánk méhében, korábbi generáció, mi magunk, mint magzat, elemésztettük állítólag, mert féltünk, minket emészt majd el, mohónak hittük, anyánkat végesnek, testvérünk testén alkodoztunk, és odaadtuk őt az idegeneknek. Anyánk szörnyű elbeszélésekkel traktár, ha direktben faggatjuk, ha már üvöltünk vele, és ő is. Értsük meg, neki levágták az ujjait, egyik mellét, lábát, maradék remegő törzsét időről időre megerőszakolták, ikrünket is akkor veszítette el. Dajkáink általában azt mesélték elalvás előtt, hogy nagyszüleinként, dédszüleinként, magzatkorunkban mi magunk öltük meg őt. Pedig mi nem öltünk meg senkit. Nekünk jó lett volna a testvérünkkel felnőni. Nekünk jó lenne most is testvérnek lenni. Alma, kenyér, só. Néhány napja kirándultunk, és hazafelé megosztoztunk egy almán. Nagyon finom volt, hatalmas, piros, zamatos, recsegős Starking. Egy földúton jöttünk, senki sehol, csak mi ketten. Szép volt körülöttünk minden, májusi hegyoldalak, egész frissen zöld fák, bokrok, levelek, virágok. A paradicsom jutott eszembe, hogy Éva és Ádám vagyunk, ahogy eszik az almát. Most megértettem, hogy Ádámnak sokkal többet kellett várnia Évára, mint azt a történetből sejthetjük. Mivel én nálad kétszer idősebb vagyok, csak 2 évtizedig csak várakozás voltam. Ádám a mítoszban évszázadokig lehetett magányos, persze én is szeretem a magányt, mégis leginkább ettől szenvedtem, ahogy ő is unatkozhatott, és olyan sokáig lehetett szomorú a kertben, az akármilyen érdekes és szép kertben, ahonnan valami, vagy a lényeg mégis hiányozhatott. Arról sem esik szó, hogy nagyon finom volt az alma, vagy pusztán gyümölcs, emlékszem, ennyi van csak említve, de mi almát képzelünk el, azok a percek, amikor eszik, persze meg sem eszik, és már jön is a büntetés, nyűgös, fázós mindennapok. Ádám magánya oldódhatott, de ez feloldotta körülötte a kertet, onnantól máshol kellett élnie máshogy. A történet szerint nehezebben, és egyesek szerint minden, ami szép, csak a kert másolata a többi kertek. Ádám nem volt Odüsszeusz, nem bolyongott egyedül kalandosan a hatalmas szabad végtelenben, maximum a kerítésen belül a régi kertben néhány napszakban, déli verőn vagy a csillagok alatt. Biztosan sokat aludt is, főleg a depressziós volt. Én is lezárt kertben kóboroltam, ami legtöbbször nem is hasonlított kertre. Hol fogságnak éreztem magamat, hol pedig csak hivatlan vendégnek, akárhol, akárkikkel vagyok. Veled lettem az Isten vendége, te lettél kezében a kenyér és a só, amivel mutatta mosolyogva, hogy házába fogadott. Horváth László szerint a próza és a versek is magukban hordozhatják az irodalom és az írás egy hatalmas nagy hozadékát, ami nem más, mint a terápiás jelleg. Mind a kettő tud segíteni, és nem csak az alkotón, hanem a befogadón is. A virrasztás. Nappal az időt nem lehet megfogni, de éjszaka igen, mert az éjszaka ragacsos. Az idő a testedre tapad, ha virrasztanod kell. Ha egyedül vagy, bárhol legyél, az éjszaka sokféle sötétjével, részleteivel, tereivel, tárgyaival, magányos császári palotájává alakul. Ha nem félsz tőle, boldog vagy, legalábbis elégedett. Ha eleget éltél hozzá, már nem teszel ezek közt különbséget. Örülsz, hogy van idő gondolkodni. Isten nem csak álomra vagy a test pihenésére teremtette az éjszakát. Ilyenkor lázadó angyal vagy, mint a kettesben lennétek. De biztosan kevesebben, mint nappal. Ez a fantasztikus üresség a legszebb arca, és az idő testi közelsége, amivel mintha megérintene. Gondolkodj magadon, hiszen már régóta létezel, mint egy kavics, vagy mint egy hosszú életű állat, teknős, papagáj, elefánt, talán valami ismeretlen faj, amiről nem is gondolnád, csúszómászó, bogár vagy hal, élő lény vagy történetekkel. Itt ülhetsz önmagaddal, akvárium ablakos szobád. Ha kinépsz belőle, az éjszaka fűszerkert. Élvezd az ítélet nélküli perceket.
a titkos haladékot.